Az ingatlan közvetítő szerint a vásárlók nagy része olyan lakásokat keres, ami beköltözhető, és nem kell bajlódni a felújítással. Ennek az az oka, hogy nagyon nehéz jó szakember találni, és ha sikerül is, hónapok telnek el, mire helyükre kerülhetnek az új burkolatok, nyílászárók. Továbbá ez igen nagy költséget jelent a vételáron felül. Nehezebb eladni egy olyan ingatlant, ami felújítandó. Nagyon-nagyon kevés az a réteg, aki ezt keresi. Főként befektetők szoktak ilyen ingatlanokat venni, és most tényleg azok az ingatlanok mennek igazán, csettintésre úgymond, amelyek akár egy bőröndelbe lehet költözni. A CSOK segítség a fiatalok otthon teremtési lehetőségeit illetően. A kisgyermekes családok többnyire városhoz közeli kertesházat keresnek. A belvárosi lakások árait tekintve pedig zömében 30-40 millió forint között keresgélnek a vásárlók. A fiataloknak igen, ez segítséget nyújtott, bár én azt tapasztaltam, hogy évvégén a régi csokkot ki akarták használni, azért mindenki azt akarta, és vásárolni akart. Akik pedig az új csok pluszt szerették volna igénybe venni, azok gyorsan nézegettek ingatlanokat, mert attól féltek, hogy az ingatlan árak emiatt, a csok plusz miatt nagyon fel fog emelkedni. Szerintem ez nem így történt, mint mondtam az előbb is, hogy normalizálódott. A fiatalok természetesen a kertes ingatlanokat, nagyon sok ikerházat, de már most azt részesítik előnyben, hogy garázsnál érintkező legyen, azokat keresik nyilván, lakásaikat eladják, és hát ilyen Nyíregyháza közeli lakóparkokban szeretnének vásárolni. Viszonylag kevés Nyíregyházán a kiadó lakás, így ez is befolyásolja az albérletárakat. Egy 40-50 négyzetméteres albérlet 120-150 ezer forintért szinte azonnal kiadható. Nyíregyháza népszerű lakóparkjaiban például több százezer forintos bérleti díjjal kell számolni, és itt az eladásra kínált ingatlanok négyzetméter árai is a legmagasabbak. Ilyen például a Szilvavölgy vagy a Damjanics lakópark. Az ingatlan négyzetméter ára az normalizálódott szerintem. Hát ilyen használt ingatlanoknál 550 ezer forint négyzetméter árral számolhatunk, hogyha venni szeretnénk. A kiadás viszont nagyon-nagyon megugrott a bérelhető lakásoknak az ára. Nagyon sok cég bejött Nyíregyházára, és rengeteg céges megkeresések vannak emiatt. A vármegye nagyobb városaiban például Mátészalkán 220-330 ezer forint közötti négyzetméter áron juthatunk lakó ingatlanhoz. A nyírbátori ingatlanok négyzetméter árai viszont közelítik a vármegye székhely statisztikai adatait.